támogatják, nem hajlandó szégyelni magát, ezt mondta Szijjártó Péter az újházának megvásárlásáról. Tanulmányút, Szanyi Tibor golymotorosokat látott vendégül Brüsszelben, a politikus szerint ő euroszkeptikusokat fogadott. Törésvonal, az MSP országos elnöksége nem támogatja Bokros Lajost, de a szocialisták budapesti vezetése igen. Köszöntöm Önöket, Rábai Balázs. Fegyelmi eljárás lehet a következménye a szocialistáknál, hogy motorosokat látott vendégül Szanyi Tibor Brüsszelben. Ők azt állítják, a számlát végül az Európai Parlament fizette. Az index úgy számol, ez több mint 800 ezer forint lehetett. A motorosok szerint az MSP uniós képviselője elvesztett egy fogadást, ezért hívta meg őket. Közösségi oldalukon azt írták, idézem, Brüsszelben tombol multikultúra, sok ház ablakában ott lobog a színes ratyizászló. Ennek az ECHO tv műsornak köszönhetik az utat. Egy éve a Golymotoros Egyesület elnöke a baloldali összefogás esélyeiről faggatta Szanyi Tibort, majd azt mondja, az adás után fogadtak, hogy ha a fidesz kdnp ismét kétharmadot szerez a parlamentben, a szocialista politikus vendégül látja őket Brüsszelben. Ha nem, ők egy budai étterembe hívják meg Szanyit. Ezeket a képeket már két héttel ezelőtt készítették a golymotorosok az Európai Parlament Brüsszeli székházában. Úgy fogalmaznak, a beígért dinomdánom miatt utaztak, de elégedetlenek. Azt állítják, Szanyi beszélte rá őket, hogy nézzék meg a parlament épületét, és arra is, hogy repülővel utazzanak, miközben motorral akartak. Az étteremben pedig nem választhattak étlapról, csak menüt rendelhettek. Közöltem vele, hogy Tibor ne legyünk már biodíszlet, tehát te most én, úgy érzem, hogy kirángattál bennünket, és te szépen ezen kaszálsz, mi ebben nem szeretnénk asszisztálni. Mészáros Imre szerint a szocialista európai parlamenti képviselő egy forintot sem költött rájuk saját zsebből. A kétnapos vendéglátás költségeit az európai parlamenttel fizetteti ki. Ez az index számításai szerint feltehetően 2700 euróra, vagyis 842 ezer forintra rúghat. Egy EP képviselő évente legfeljebb öt csoportot láthat vendégül az unió költségén, azért, hogy megmutassa nekik a parlamentet és elmagyarázza nekik a testület működését. Szanyi állítólag a golymotorosoktól azt kérte, tartsák titokban, hogy ő hívta meg őket. Mészáros azt állítja, felháborítónak tartja, ahogy vendégül látta Szanyi őket, ezért osztotta meg az egyik legnagyobb közösségi portálon a történteket, ráadásul a városban is talált kivetnivalót. Brüsszelben tombol a multikultúra, sokház ablakában ott lobog a színes rajtizászló, ezt írta. A motorosok, akik amúgy rendre visszautasítják, hogy szélsőségesek lennének, ilyenkor kora ősszel minden évben Horti Miklós kenderesi sírhelyénél túráznak, emblémájukon pedig a történelmi Nagy Magyarország térképe szerepel, a jelmondatuk így hangzik, idézem, a gumit kopjon, ne a hazád. Gőgöl Zoltán, MSZP elnök helyettes szerint, ha igaz, hogy Szanyi a motorosokat utaztatta, a párt fegyelmi tanácsa előtt kell majd felelnie, a vendéglátás költségeit pedig visszafizettethetik vele, ha valóban elszámoltatta az összeget. Nem lehet következmények nélkül vezető szinten sem ilyen típusú politikai hibákat elkövetni. Jó pofaságból mondjuk, mert itt valljuk be azért valószínűleg ez volt mögött egy ilyen bohénkodás, ami persze Tiborra jellemző, de legalább elgondolkodik ezen. Szanyi Tibor nem akart nyilatkozni az ügyben. Az Indexnek annyit mondott, megfogadtam, hogy ezt nem kívánom kommentálni, a fogadalom pedig fogadalom. Aztán mégis kommentálta, Szanyi Tibor este a Klubrádióban elismerte a fogadást. Ebből szerinte végül csak annyi maradt, hogy egy sörre valóban meghívta a csoportot Brüsszelben. A többi költséget, mint mondta, tényleg az Unió állta. Arra hivatkozott, hogy csoportok fogadására, meghívására minden EP képviselőnek joga van. Álláspontja szerint ugyanakkor euroszkeptikus emberekkel akarta megismertetni az Európai Parlament.